Sziasztok! Megint pizzát csinálok, ráadásul a félig átépített kemencét tesztelgetem, mert addig nem fogok megnyugodni, amíg nem tudok olyan kemencét csinálni, ami pici, kompakt, de folyamatosan megállás nélkül lehet benne sütni a pizzát. Na, és többször ígértem a pizzaszószt, most mivel már terem itt a kertben, a szomszéd bácsitól kapott paradicsomok, így most ilyen felesbe. A sárga paradicsom nagyjából hiába néz ki ugyanúgy a színét kivéve, ilyen vékonyabb héja van és kevésbé savas. Ha nem lenne, akkor csak pirosból csinálnám, de így, hogy van, így meg fele-fele csinálom most, és egy fél vörös hagymát tettem bele, és ezt most így nemes egyszerűséggel fogom, és pár lészletben, szerintem kétszer ebben, ez ilyen nagyobb kutter, lekutterolom. Nem csináltam ilyen teljesen rommá, hogy a héja azért úgy nagyjából egybe maradjon, meg ilyenkor kicsit kihabosodik, de így ugye nem fog leégni, meg nem kell várni vele, hogy a paradicsomnak a leve mennyi idő alatt jön ki. Tehát ez megint a lusta szakácsnak a verziója, de hát hogyha már ilyen modern világ van, akkor használjuk a vívmányait. Na és most egyedül egy kicsi sót, amit ennyi szószhoz gondoltok, hogy de inkább kevesebbet, mint több teszek bele, és ezt most addig főzöm, amíg látszik, hogy jól elfővi a nyersességét, egy olyan, hát legalább egy negyed óra, 20 percet, utána még később még főzöm, csak előtt át fogom szűrni. Most ilyenkor még csak a sót teszem bele, ez most nem lesz olyan piros, mint a klasszik pizzaszósz, hanem halál jó finom paradicsomos íze lesz ennek is, és már megint azt mondtam, hogy halál jó, nem baj. Engem így temetnek el, hogy nekem ez a tetszés nyilvánításnak a dumája. Na. Ja, még egy kis friss kakukkfüvet dobok bele, mert ezt ugye majd le fogom szűrni, hogy ez most így mehet bele szárasan, meg már hát elég csúnyán föl van magvasodva a bazsalikomom, de megy majd bele friss bazsalikomlevél, mert hát oregano az most szárított van, a szárítottat teszek bele, de minden fűszernövényből, ha nincs friss fűszernövényetek, lehet használni szárítottat is. És takarékon főzöm, tehát ilyen kislángon, mert nem akarom most egyből az összes vizet kifőni belőle, csak azt szeretném, hogy a paradicsom elveszítse a nyersességet, hogy át tudjam szűrni, át tudjam egy kicsit passzírozni, mert utána még tovább fogom főzni. Na főtt egy 20 percet a cuccos, úgyhogy most kiszedem belőle a nagyjából, amit kijön a kakukkfüve, anélkül könnyebb szűrni. De mondom, ha nincs friss cuccotok, akkor teljesen jó a szárított is, és akkor szépen azt lezárom, és egy ilyen kis kuki tésztaszűrőm. Ide szépen átszűröm, és át is passzírozom egy picit, tehát átnyomom rajta, mert így ugye a mag kívül marad, a hagymának az íze belefőtt, az nem baj, ha nem megy bele, és így szépen egy kanállal átpasszírozom rajta a paradicsomnak a húsát is, mert az átmegy, és akkor ezek a nagyobb héj darabok, meg a mag főleg, látjátok, az így kívül marad, és akkor itt szépen adagolgatom hozzá. És ezt elég türelmesen kell csinálni, most már az egész benne van. És ha türelmesek vagytok, akkor nézzétek meg, hogy így átmegy rajta egy ilyen teljesen sűrű paradicsomhús. Jó, ezt most így az aljáról húzogattam le. Jó, tehát ebből alig kell, hogy maradjon itt a szűrőbe. Na, ennyi maradt belőle, ugye az aljáról meg a kanállal szépen lehúzogattam, és nézzétek meg, ott van a közepén a tök sűrű paradicsom hús, és most újra alágyújtok. Most teszek vele egy pici oregánót, egy ilyen mokkás kanálnyit, belereszelek kettő darab fokhagymagereztet. Na, mehet bele a fokhagymagerezt. Nem találtam a kedvenc kis mini reszelőmet. Az is lehet, hogy a mosogatógépben van éppen.
És a bazsalikomból, a friss bazsalikomat, ezt megvágom finomra, de ez sok most, amit leszettem, de a finomra vágott bazsalikomot simán beteszem a mélyhűtőbe. Nem szoktam vele cicózni. Van még egy nagyon jó trükk, hogy elkeverik egy pici olívaolajjal, és ilyen jégkocka tartóban lefogyasztják, és akkor lesznek ilyen pici olivás, friss bazsalikom kockák, amit könnyű beledobni, de hát ezt a kis mennyiséget és zacsiba lefogyasztom, aztán ha kell, akkor van ott friss fagyasztott bazsalikom. A fagyasztással lehet egyébként a legjobban megőrizni a zöld fűszereknek az ízét. Ezt most összevágom finomra. Na, még várok, hogy ez besűrűsödjön. Ma megint ilyen kamuzós pizzatésztát csinálok. Ezt fogtam, összekevertem vízzel a lisztet, és most ebbe már beletettem az élesztőt, ez megtörtént egy jó pár órája, és most fogom összedagasztani. Kigombolcozom azt, amikor elkezd kelni, akkor már mehet is a helyzőbe. Tehát már csomó pizzatészta receptet föltettem, nem fogok most megint ehhez receptet írni, de egyébként halál egyszerű, egy picit hagyni kell, hogy fermentálódjon a tészta. Tehát egy pár órával korábban vízzel, vagy egy nagyon kevés élesztővel elkeveritek, utána dagasztjátok be, akkor tök jó pizzatészta lesz, nagyjából ennyi a trükkje. És amikor ilyen láthatóan sűrűn pötyögve forr, akkor teszek bele egy kis extra szűz olívaolajat, egy olyan két evőkanálnyit ebbe a mennyiségbe, és hát ebből meg egy ilyen jó kupos kanál kis bazsalikomot. Azt nem akartam direkt szétfőzni. Ha pizzát sütök, nehogy sütés, tehát csak a paradicsom szószba szabad ilyen friss zöld fűszereket tenni sütés előtt, mert különben a tetején megég, főleg a bazsalikom, azért szokták ezt mindig a vége nem összevágva, hanem így egészbe rátenni. Na most ezt még egy 2-3 percet főzöm, és nézzétek meg, csináltam egy über frankó pizza szószt. Ezt meg ebbe a tálba beteszem a mélyhűtőbe, megfagy, utána kiszedem belőle, rátakom egy nylon zacskóba, kicsit megütögetem, és van fagyasztott bazsalikomom. És ilyenkor még annyira megkóstolom, hogy a sósságát. Nem kell sós ízűnek lennie, mert ugye a feltétben is vannak sós dolgok, hanem csak egy ilyen kellemes, ugye savanykás, fűszeres paradicsom ízűnek kell, hogy legyen. Na hát bocsi, de úgy néz ki, hogy ott hátul látszik, hogy már át van építve a kevence. A tetejét még nem csináltam meg addig, amíg nem tesztelgetem, hát ha még valamit variálnom kell rajta. De konkrétan szakad az eső, és a fene se fog most kimenni fát hasogatni, mert még ugye nincs kész a hátsó kertem, tehát még nincs ott szépen a fa oda téve, mert egyébként ott be tudnék a tető alá állni, meg ott mögötte tudnék molyolni, de így most marad a sütős pizza, de az is ebben a... Már mutattam egy videóban, de most megint megmutatom, hogy hogy tudjátok sütőbe úgy megsütni, hogy alá jó ropogós alja legyen. Na, ennyi a trükk, hogy a 200 fokra állított sütőbe teszek ilyen samotlapokat. És ez vele együtt felforrósodik, és amikor ráteszem a pizzát, akkor ugyanolyan forró lesz az alja, mint hogyha, hát nem mint a kemencébe sülne, de szép ropogósra meg tud így sülni. Ez egy nagyon-nagyon jó trükk, ha otthon csináltok pizzát. És ilyenkor csak ugyannél a köves sütésnél annyi, hogy én szoktam egy ilyen zsírpapírt alá tenni, és nézzetek meg, most már hűlt egy kicsit a szósz. Én azt mondom, hogy ennél jobb molyó. És olyan illata van, ha éreznétek így a friss főtt paradicsomnak, hogy megint egyből nyáltorulásom lett. Jó, most már csak a készpizzát mutatom meg, mert igazán ez most arról szólt, hogy egy ilyen jó kis sűrű, házi, isteni paradicsom szószt hogy lehet csinálni a pizzához. És hát sok viszonylag babrásnak tűnik, de nem az. Tehát szépen ott elfővöget magának, és én jó vastagon tettem most rá, akár csak mozzarellával, egy sima margarétának is hihetetlen lenne. Na, a lányoknak már sütöttem egyet, de azért megmutatom, hogy néha gondolok magamra is, és ennek most hagytam egy pici szélt, hogy majd ha megsül, akkor ezt fogom most kóstolni, hogy lássátok, hogy azért tudok ilyen éttermire hasonlító pizzát is csinálni. Na, szóval a lényeg ugye, hogy ezen most sonka, olívabogyó, csípős szalámi, és anyunak ez a házi pepperoni paprikája van, de én föl szoktam karikázni, mert utálom a pizzériában, jól néz, hogy ráteszik egészbe, de tök nehéz úgy enni. Úgyhogy ez a Mészi papának a kis, hát mondjuk az egyik ilyen, amit szívesen megeszek pizza, ezt fogom kóstolni.
Na, elkészült az enyém is. Direkt csak négy felé vágtam, hogy nézzetek meg, hogy ott vannak között a jó kis szaftok, az a kis friss paradicsom szósz, amit főztünk, és a lényeg, hogy nézzetek meg, ha ilyen kövön sütitek, ilyen tényleg ilyen, mintha kemencébe sült volna. Ez. Hát brutálna. Én iszonyatos pizzafon vagyok. Tehát 80 dek a paradicsom kellett hozzá, ennyi maradt még, tehát 4 pizzára, most 3-at sütöttem, 4 pizzára lenne elég, és brutális. Tehát aki teheti, van ideje, van kedve, nyugodtan csinálja meg. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!